Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 189-es számú énekünket. A 189-es számú énekünk így kezdődik. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Könyörögjünk a 372-es számú énekünk első három versével. A 372. énekünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól,
aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből. A második fejezet első 13 verséből eképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek, az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Amen. Isten szent lelket egy áldottá, és szívünkben gyümölcsözővé a meghallott ígét, feleljünk megszólító szavára, imádkozzunk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Megállunk most előtted, hódolunk előtted, és dicsőítünk téged. Mennyei Atyánk, te, aki megalkottad ezt a világot, benne az embert, aki aztán engedetlenné vált, elküldted az egyszülött fiút, hogy megszabadítson, hogy üdvözítsen, hogy bűnt bocsásson meg, hogy szabadulást hozzon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mindent odaadtál értünk. Elhagytad a mennyei dicsőséget, vállaltad a földi létet, odaadtad az egész életedet miértünk, hogy valóságosan a mi életünket átformáld, bűneinkre bocsánatot adj, a te egyszeri, tökéletes áldozatod által. Köszönjük néked, hogy nem hagytál magunkra. Köszönjük, hogy elküldted a szent lelket, aki által velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Köszönjük, hogy minden nap rácsodálkozhatunk, minden nap dicsőíthetünk téged ezért az ígéretért, amely beteljesült a Szentlélek által. Jöjj, Szentlélek, és gazdagon áradj a mi életünkbe, a mi szívünkbe, a mi gyülekezeteinkbe, mindenhol, ahol segítségül hívják az Úr nevét. Áradj és munkálkodj, mint ahogyan a szél zúg, és nem tudjuk, honnan jön és hová megy. Köszönjük, Urunk, hogy bár a lélek munkája számunkra kikutathatatlan, de mégis tudhatjuk, amikor a Szentlélek a szívünkbe árad, és a Szentlélek gyümölcsei megteremnek az életünkben. Köszönjük néked, Urunk, ezt az ünnepet, amit megünnepelhetünk,
És köszönjük néked, hogy ebben az ünnepben még inkább közel akarsz jönni hozzánk valóságosan, a lélek által, a Szent Háromság harmadik személye által lakozást kívánsz venni az életünkben. Könyörülj meg rajtunk, és így hozzuk eléd a mi nyomorúságainkat, hiányosságainkat, bűneinket, amelyekből annyira várjuk, Urunk, hogy megszabadíts bennünket, annyira várjuk, hogy megdicsőítsd magad a mi életünkben, hogy átéljük, hogy megtapasztaljuk, hogy neked hatalmad van, mert te szabadító Úr vagy, és te tiszta szívet tudsz bennünk teremteni, és az erős lelket meg tudod újítani bennünk. Áldunk téged, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 370. énekünk harmadik versét énekeljük, Ó, mi édes vigasztalunk! Isten igéje szól hozzánk a már felolvasott apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a negyedik versből. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Amen. Pünkösd ünnepét ünneplő keresztény gyülekezet. Ez a szó pünkösd, a görög pentakoszté, vagyis 50. nap kifejezésből származik. A zsidó páska ünnep utáni 50. napon ünnepelték, mint a három nagy zarándok ünnep egyikét. Az aratási ünnep volt ez számukra, melyben egyúttal a teremtés első zsengéjének ünnepe is volt. Bár kisebb jelentőségű a páska ünnep, mint a többi nagy ünnep, mégis nagy létszámban jöttek zarándokok az ország, de mondhatjuk a határon túlról is Jeruzsálembe, hogy az aratás ünnepén hálát adjanak. Nagy sokaság gyűlt össze arra az ünnepre, amit az Új Szövetségben megtalálunk itt, a felolvasott igében, és az Új Szövetségben a pünkösd mindig a zsidó aratási ünnepet jelöli, és nem a keresztjén pünkösdre utal. Lukács beszámolója azzal kezdődik, hogy a Krisztus tanítványait hogyan találta ez az ünnep. Jézus, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól a mennybe menetel napján, akkor arra figyelmezteti őket, hogy maradjanak együtt.
Maradjanak együtt mindaddig, amíg a Szentlélek el nem jön, életüket, szívüket át nem formálja. Így találta őket. Együtt voltak, ugyanazon a helyen. Ezek a tanítványok engedelmesen hallgattak Jézus szavára, úgy tettek, ahogyan azt kérte tőlük. Együtt várakoztak. De ugyanakkor tudták azt, hogy kire várakoznak. Kire várakoznak. Nem céltalanul üldögéltek ott abban a szobában, ahol korábban nagy-nagy félelem közepette, módszeresen mindig zárták az ajtókat, hiszen rettegtek attól, hogy esetleg ők is Jézus sorsára kerülhetnek. Ezek a tanítványok az ajtót talán még mindig bezárva, de együtt vannak ott, talán éppen azon a helyen, ahol az utolsó vacsorát Jézussal együtt eltöltötték. És azt látjuk, hogy ennek az engedelmességnek, ennek az együtt várakozásnak megvan a maga áldása. Maga az ige is ezt mondja, hogy odaküld áldást az Úr, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Mert a Szentlélek az egység lelke is. A Szentlélek mindig az egységre vezet, formál és tanít bennünket. Először tehát látjuk ezt. Egységben vannak a tanítványok. Aztán kiderül, hogy a Szentlélek a bátorságnak a lelke is. Hiszen amikor átélik és megtapasztalják, hogy a Szentlélek betölti nem csak a házat, ahol vannak, hanem az ő egész életüket, szívüket, gondolatukat, akkor kiderül, hogy bátorságot is nyernek. Már egyáltalán nem azzal foglalkoznak, hogy mi lesz velük, mi lesz az ő életükkel, mi lesz az ő sorsuk, mi lesz annak a következménye, hogy most ők felállnak, az ajtót kinyitják, és mindannyian kimennek Jeruzsálem utcáira, és szólni fogják azt, amit a lélek ad nekik, mert megkapták a bátorság lelkét. Talán többünknek feltűnt a Bibliának azok a mondatai, amit többször is megtalálunk, hogy légy bátor és erős. Talán meg is simogatja a szívünket ez a mondat, talán valami kis bátorságot is nyújt a számunkra. Igen, mert annak az igének van folytatása. Légy bátor és erős, mert az Úr veled van. És ez csak így működik. Igen, mert szembesülünk ezzel az igével, amit Isten biztatásként, bátorításként mond, és szembesülünk a magunk bátortalanságával és a magunk erőtlenségével is. De lám, itt, amikor a Szentlélek eljött, és ezeket a tanítványokat betöltötte, akkor megkapták a bátorságnak a lelkét. És bátran mennek ki Jeruzsálem utcáira, és szólják mindazt, amit a Szentlélek ad számukra. És ezt hogyan teszik? Azzal az erővel, a Szentlélek erejével teszik, szólják, amit Isten ad az ő nyelvükre, hogy elmondják az ott lévőknek. Immáron nincs bezárkózás, immáron nincs félelem, immáron nincs bátortalanság és erőtlenség, mert Szentlélek van. Mert a Szentlélek az, aki él és uralkodik az ő lelkükben. Kimennek hát és hirdetik. Talán maguk is meglepődtek azon, hogy hogyan és mit. Azt olvassuk, hogy az elszámrazott zsidó emberek, akik talán már anyanyelvként nem is a zsidó nyelvet beszélték, de mégis számon tartották származásukat és ezt az ünnepet is, a saját nyelvükön hallották azt, amit ezek a tanítványok szóltak. És ezek a tanítványok Isten hatalmas dolgairól beszéltek.
A lényeg az volt, hogy akik hallják, megértsék. Megértsék a Szentlélek által azt, amit a tanítványok mondanak, amit Isten rájuk bízott. És amikor ezek a tanítványok szólnak, más nyelveken, mint az ő saját anyanyelvük, akkor ez azért történt akkor és ott, mert ez által hirdettetett az ott lévők számára mindaz, amiről így fogalmaz Lukács, Isten hatalmas dolgai. Ezek a tanítványok az életükben egy egészen új korszakba léptek bele. Innentől kezdve a Szentlélek az, aki vezeti őket, a Szentlélek az, aki bátorságot, erőt ad, és a Szentlélek az, aki majd utat is fog nekik mutatni. Utat fog mutatni a tanítványoknak, hogy kinek, hol és merre van a helye. Merre van az az út, ahová Isten őt vezeti, ahol szólni kell Isten felséges dolgairól. Ahol szólni kell Jézus Krisztusról, az evangéliumról, a jó hírről, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, bármilyen nyelvet is beszéljen, bármelyik nemzethez is tartozzon, hogy adta az ő egyszülött fiát mindannyiunkért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus nem erőtlen tanítványokat, Jézus nem a maguk által eljutott ismeretből szóló tanítványokat küldött el ebbe a világba, hanem a Szentlélek által felkent, a Szentlélek által betöltött, a Szentlélek által vezetett tanítványokat küldött el az ő szavának, jó hírének, az evangéliumnak a továbbadására. Nagy tanúság a számunkra, hogy Isten elhív, de úgy hív el, és úgy küld el a szolgálatra, hogy ne bátortalanok, ne erőtlenek, hanem a Szentlélek által bátorságot és erőt nyerve, bölcsen úgy szóljuk az ő üzenetét, hogy azt a hallgatóság megértse a Szentlélek által. Ebben áldjon meg Isten bennünket, és legyen, ami számunkra ez az ünnep, annak a napja, annak az ideje, hogy fölfedezzük és rácsodálkozzunk arra, hogy a Szentlélek eljött ebbe a világba, és lakozást akar venni a mi életünkben, a mi szívünkben, hogy Istennek szolgái, küldöttei lehessünk ebben a világban a Szentlélek által. Amen. Ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy ez az egész világ a te műved. És hisszük, Urunk, hogy az egyház, a Krisztus hívők, a téged követők is a te kegyelmedből tartatnak meg, és a te kegyelmed által lehetnek a te követőid, és lehetnek a jó hírnek, az evangéliumnak a továbbadói. Urunk, látjuk a mi erőtlenségeinket. Látjuk mindazt, ami talán éppen gátját szabja annak, hogy a te munkálkodhasson e világban. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és vágyva a te szent lelked után, és kérjük, hogy töltse be a mi életünket. Formálja át a mi életünket, hogy valóban ne a magunk erejére, ne a magunk tudására hagyatkozva járjunk ebben a világban, az evangélium továbbadásában, hanem küldte szent lelket, hogy azzal a bátorsággal, azzal az erővel, azzal a bizonyossággal tudjuk szólni és továbbadni a jó hírt. Könyörülj meg rajtunk, újíts meg bennünket a Szentlélek által,
és formálj bennünket, Urunk, hogy a Te engedelmes és a Te dicsőségedet szolgáló Szentlélek által vezetett emberek lehessünk. Könyörgünk ezért az egész világért, hogy árazza Te szent lelkedet, aki már a teremtéskor ott lebegett a vizek fölött, szűjön újjá, teremtsen újat, és bátorítsa a bátortalant, hogy a Te dicsőségedet szolgálhassuk, és a Te erőd által megtérjenek, sok-sok népek Téged kövessenek, és az üdvösség felé hadd tudjunk haladni a Te kegyelmedből Jézus Krisztusért. Könyörgünk, Urunk, a szenvedőkért, a betegekért, azokért, akik testükben, vagy éppen lelkükben hordozzák a fájdalmat, a nyomorúságot, a tehetetlenséget, a kiszolgáltatottságot. Könyörülj meg rajtuk, és légy az ő szabadítójuk, a Te dicsőséges, feltámadott, egyszülött fiadért. Könyörgünk a Szentlélek által, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 376. énekünket keressük ki, és a 376. énekünk 3. és 4. verseit énekeljük, Jöv el mi hozzánk is, részeltes ajándékidban. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet neked. Amen.